2022-t egy gálával indította a Dombóvári Civil Szövetség, és a 23-as évre is hasonló programokkal készülnek. Az Egyesülés a Dombóváron aktívan működő civil szervezeteket fogja össze. Egyik közös feladatuk, hogy sok érdekes programot szervezzenek a településen. Meglátásom szerint a 2022 év az nagyon aktív volt a civil élet szempontjából, hiszen ugye a Covid időszakot követően ez az első év volt, ahol nem volt semmi lezárás, semmilyen korlátozás, hogy a civilek szabadon tevékenykedhettek, találkozhattak és mozoghattak. A civil gála mellett többek között a Majális, a Lecsó Fesztivál, a Sportágválasztó, az Autómentes Napi Rendezvény, a Domborfest és az évzáró szilveszteri futást is megrendezték. Az események hátterében több szervezet tevékenykedett azon, hogy színvonalas programot rakjon össze a dombóváriaknak. A civil tanács hagyományos rendezvénye idén egy újdonsággal bővül majd. Február 2-án kerül megszervezésre a Dombóvári Civil Gála. Ez abból a szempontból lesz novum, hogy itt adjuk át a civil elismeréseket. Idén annyit elárulhatok, hogy két személy, illetve egy szervezet kap civil elismerést. A Dombóvári Civil Szövetség 2023-ban is törekszik rá, hogy a civil szervezetekkel együttműködve tartalmas programokat kínáljon majd.